Az Erővízi Közmű ZRT 51 településen szolgáltat vízellátást és szennyvízelvezetést Tolnám megyében. Az érintett települések egyben a tulajdonosi kört is jelentik. A megnövekedett energiaárak miatt nehéz helyzetbe került a társaság. 2021-ben 360 millió forint volt a szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíj, ez ebben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A 2013 óta a rezsicsökkentett vagy hatósági árból sajnálatos módon ugye nem fogjuk tudni kigazdálkodni, ezért ugye nyilván segítségre van szüksége a társaságnak. Ez két dolog lehet, ugye az egyik a tulajdonos önkormányzatok tulajdoni részarányában történő befizetés, ugye a másik lehetőség pedig egy állami támogatás, ugye ami az állami támogatás avval jár, hogy ugye a tulajdonos önkormányzatoknak ugye vagyont kell átadni. Az önkormányzatok rehát döntési kényszerben vannak a tekintetben, áruba bocsájtják el az évek alatt fejlesztett közművagyont, vagy megpróbálják kigazdálkodni a megnövekedett költségeket. Az önkormányzat ugye a befizetést a saját költségvetésből, saját finanszírozásban tudja megoldani. Ugye az állam meg ugye hozott 2020-ban azt hiszem egy rendeletet, ahol lehetősége van, 21-ben, bocsánat, lehetősége van, ugye díjmentesen vagy hát ingyenesen a vagyont, a víziközmű vagyont átadni az államnak. Az intézkedések alapvetően közvetlenül a lakosságot nem érintik, mondja Takács Péter műszaki vezérigazgató helyettes. Hiszen a hatósági vízdíjárak meghatározása központi feladat, nem az adott önkormányzat dönt a kérdésben. Az előbb a megnövekedett áramdíjat nem tudja áthárítani a fogyasztóra, ezt a tulajdonosoknak kell alapvetően megfinanszírozni. A közületekre vonatkozó megnövekedett rendszerhasználati díj az előbb esetében azt jelenti, hogy évente 150 millió forinttal többet kell fizetni az elmúlt évhez képest. Az önkormányzatok felé volt egy tulajdonosi taggyűlés, ahol ugye fölvázoltuk a helyzetet, meg a lehetőségeket. Jelen pillanatban most az van, hogy az önkormányzatok ugye közgyűlés elé viszik ezeket a problémákat, ezeket a kérdéseket, hát és várjuk ugye most jelen pillanatban azt, hogy a közgyűlések az önkormányzatoknál hogy fognak dönteni. A törvény szerint, akinek a tulajdonában van a víziközmű, az felel az ellátásért. Amennyiben ezt az önkormányzatok nem tudják saját költségvetésükből kigazdálkodni, kénytelen lesznek a tulajdont a törvény szerint ingyenesen átadni állami kézbe, és ezáltal elkönyvelni a veszteségüket.